Egyre melegebb van, és tartósnak ígérkezik a kánikula. Jól esik a felfrissülés a nagy melegben, de figyelem, a szökőkútba nem erészkedjen senki. Itt a nyár, beköszöntött a kánikula. Kétségkívül jól esik egy kis hűsölés a forróságban. Pancsolásra csábít a városháza melletti szökőkút, de ne engedjünk a kísértésnek. A fürdőzés továbbra is szigorúan tilos. A csúszós kő ugyanis balesetveszélyes, a szökőkút vize pedig nem alkalmas a fürdésre. A köztéri kutakat nem fürdőzésre tervezték. A főtéri szökőkút egy 10 köbméteres tartályból nyeri a vizét, amely egy keringtető rendszer segítségével cirkulál. A környezetbarát kialakításnak köszönhetően itt csak 2-3 havonta kell cserélni a vizet. A nagyobb szennyeződésektől ugyan folyamatosan tisztítják, ez azonban nem ad megfelelő védelmet a fertőzésekkel szemben. A szökőkutak bármilyen hulladékkal, továbbá állati ürülékkel is szennyeződhetnek. Így a víz különböző fertőzések forrása lehet. Az orvosok hangsúlyozzák gombás betegségeket, vírusos bőrbetegségeket, a víz lenyelése esetén hasmenést is kaphat, aki a szökőkút vizében fürdik. Minél több időt tölt valaki a vízben, annál nagyobb veszélynek van kitéve. A csobogókban inkább távolról tanácsos gyönyörködni. Úgy viszont annál több örömünk lehet benne.